Sziasztok! Még a karácsonyi Beigli maradékok közül esett ki nekem a Hades, de eddig váratott magára a beszámoló. Harcoltam, meghaltam, és most meg is osztanám veletek a tapasztalataimat az alvilági kalandozásaimról. A játék még Early Access stádiumban van, de én úgy gondolom, hogy bőven élvezhető élmény nyújt, és mindjárt mondom is, hogy miért. Egyelőre azonban egy fontos megjegyzés. A videóban több bossharci szerepet fog kapni, így az erre érzékenyektől én előre is, vagy inkább utólag is elnézést kérek, de nagyon kellett a képanyag. Na szóval. Kezdéskor a roguelike játékoknak megfelelően az akció kellős közepén találjuk majd magunkat, amikor is éppen kifele próbálunk haladni az alvilágból karakterünkkel. Különféle szörnyek garmadái próbálnak majd minket ebben meggátolni, sikeresen. Így hát hamar utol is ér minket a vég, Hades palotájában találjuk majd magunkat. Mint kiderül, ismét, és nagy eséllyel nem is utoljára. A történet szerint ugyanis mi alakítjuk Hades, az alvilág urának egyszem fiát, Zagreust. Az ifjú herceg eléggé unja már a pokoli légkört, ami a palotában uralkodik, így inkább szabadulna. Azonban az alvilág legfontosabb szabálya rá is vonatkozik. Nincs kiút. Soha. De hála a herceg makacságának, mi mégis tehetünk vele egy próbát, őt segítve. Vagyis inkább sok próbát. Sikerességünk nagyban függ majd ügyességünktől és kitartásunktól. Minden egyes halálunk után megtarthatjuk az úton összegyűjtött sötétséget, mely a játék egyik nyersanyaga, amit aztán felhasználva erősíthetjük a herceget. Mondjuk azért arra senki se számítson, hogy ezzel kiválthatjuk bénaságunkat, ugyanis a játékhoz mindenképpen kell majd az affinitás, annak, aki szeretné a napfényt a bőrén érezni a játék végén, és nem csak elpatkolni megy piknikezni a Styx folyó partjára. A történet teljesen épít a görög mitológiára, mind az ellenfelek, mind a menet közben felbukkanó és segítséget nyújtó istenségek terén. A játék egyik nagy erénye a témaválasztás, és ezzel kéz a kézben járó hangulat, melyet a karakterek közötti párbeszédek koronáznak királyá. Erre azonban nem sokára bővebben is kitérek, viszont egyelőre maradjunk még egy kicsit a játékmenetnél. Az első néhány nekifutásra egy darab kard lesz a segítségünkre a harcban. Azonban kulcsok serén gyűjtögetésével unlockolhatjuk tovább eszközeinket a démonok ritkítására. Lesz még lándzsa, íj, pajzs és egy speciális sorozatlövő fegyver is. Egyik sem feltétlen erősebb a másiknál, inkább játékmenetben hoz majd különbséget a különböző eszközök forgatása. Jó, igaz, szerintem most amúgy hazudok, mert a pajzsal egy kicsit túlzásba estek a srácok. Azt gondolna az ember, hogy egy ilyen, amúgy védekezésre kitalált eszközzel azért nem lehet csúnya dolgokat művelni, de mégis a legnagyobb vérfüldőket csak ezzel az eszközzel rendeztem. Ugyanis ez a fegyver harc közben sem veszíti el pajzs jellegét. Így nem csak ájútra lehet vele pofozni az óvatlan démonokat, de még a felénk irányuló támadásokat is negálhatjuk vele. Hát mit akarhatok még, ugye? Szóval, miután kiválasztottuk álmaink támadó eszközét, útnak is indulhatunk egy folyamatosan változó, veszélyes labirintusba, hogy szobánként előre haladva megkeressük a kijáratot. A legtöbb pályán egy kis csetepaté után tovább is haladhatunk, több irányba is. A kijáratok fölött látható ikonokból fogjuk tudni, milyen jutalmak várnak minket a következő szobában. Itt van némi random faktor, ugye, de lényegében itt tudjuk majd eldönteni karakterünk fejlődésének irányát. Mert ha egy szoba felett ott virít a szívikon, ami plusz 25 életerőt jelent, akkor az csak rajtunk múlik, hogy szeretnénk-e az alap 50-et 75-re növelni, vagy inkább rámegyünk a találkozásra valamely istenséggel, hát ha kapunk valami pöpec búnt, azaz, hogy áldást. A búnok igencsak fontosak, mert ezek határozzák meg karakterünk erejét és extra képességeit is. Ezen szerzett képességeket kombinálva lehet aztán igazán effektíven darálni a démoni pofákat. Minden istenség saját, rájellemző áldásokat oszt ránk. Esetenként háromból kiválasztva a nekünk tetszőt. Így mondjuk, ha azt látjuk, hogy Árészsal fogunk összefutni a következő szobában, akkor azt már azért előre sejthetjük, hogy nem egy virágkoszorút fogunk kapni a kobakunkra, inkább valami damage buff üti a markunkat. Mondjuk az is igaz, hogy azért Afroditéval is szívesen randizgattam a sötét katakombákban, mert ő is ki tudott segíteni a szükség óráján. Na, mármint, hogy nem úgy, mindegy. Hagyjuk. Szóval nekünk igazából arról kell csak majd dönteni, hogy a lehetőségünkhez mérten milyen típusú karaktert szeretnénk összehozni, hogy majd a boss harcokban is helyt tudjunk állni, és ne töröljék fel velünk a padlót. A dolog nehézsége igazából itt most abban rejlik, hogy nem mindig álmaink istenségével fogunk összefutni,
Így abból kell majd mindig főzni, ami van, és agilis módszertan szerint fejleszteni a karakterünket. Szerencsére több build is életképes. Igaz, van néhány tuti befutó. Ezeket most nem is osztanám meg veletek, mert nem szeretném senkitől elvenni a felfedezés örömét. Ah, igen. És miért elfelejtem. Párbeszédek és a szinkron. Játszottam már jó pár roguelike játékkal, hol jobbakkal, hol rosszabbakkal, de azok a szövegek, amik itt és ahogyan írva vannak, ezúton is gratulálok a srácoknak hozzá, hát megy is a cuppanós a szövegíróknak. Nekem még a hangkeverés is tetszett, mondjuk a szinkronnál. Az elején egyedül a főhősünk Zagreus hangja volt egy kicsit furcsa. Neki ugyanis nincs semmilyen effekt a szinkronján, és feltűnően egyhangúak a szövegei. Ahogy azonban játszottam, rájöttem, hogy ez nagy eséllyel direkt van így. Ahogy megismertem a személyiségét, a stílusát, rájöttem, hogy ennek igazából így is kell lennie. Lehet, ha az alvilágból szeretnék mondjuk én is kijutni, és a halál semmit se jelentene számomra, csak mondjuk egy előrőlkezdést, akkor én magam is belefásulnék. Tehát ez a flat hangzás, amit neki kölcsönöztek, ez időben nálam is teljesen betalált. És hát ugye maguk a szövegek. Nehéz úgy mesélni róla, hogy ne nagyon spoilerezzek, és nem is biztos, hogy ez menni fog maradéktanul, de azért bevágnék egy kis részletet az első bosszal folytatott csevelyek egyikéről. Aki retteg a spoilertől, az most pár másodpercig fogja majd be a fülét és kapcsolja ki a monitort. You and your sisters really don't get along well, do you? Alecto and Tisiphone and I each have a different outlook, I would say. We've learned mostly to stay out of one another's way. That doesn't sound like a healthy basis for a relationship between siblings. Are you lecturing me about healthy relationships with family, Zagreus? Your family, your father's family, is the most broken and corrupted in the history of the entire concept. Fair point. I didn't mean to sound like I had any meaningful advice there, Meg. We're stuck with our bloodlines and our relatives, aren't we? Your family cut their Titan parents into pieces and then scattered them in Tartarus. Remember that when next you tell me about family. Na, hát visszatértünk. Igazából, hát remélem, hogy senki sem fogadta meg ezt a fülbefogós monitoros kikapcsolós tanácsomat, mert akkor most igazából nem tudja az illető, hogy mehetünk tovább. Mindegy. Szóval azért mondtam, hogy a csevelyek egyikét, mert hiába kezdjük újból előről, újra meg újra a játékot, nem csak a pályák változnak, de a párbeszédek is. Szóval azért az, hogy mondjuk egy bosszal még a 10. találkozás után is teljesen más dolgokról beszél a karakter, és reflektál a korábbi harcokra, az számomra az ájulat kategória. Vagy hogy mondjuk beesek egy szobába, ahol már tudom, hogy ki fog fogadni, erre kiderül, hogy valaki tök más ember állott, és ezt maga Zagreus is megjegyzi, és kérdőre vonja az illetőt. Tehát nálam itt kezdődik a derékmunka fogalma. Egyetlen egy dolgot tudnék felrólni a játéknak, mint komolyabb negatívum. Ez pedig egyes bosszok életerejének a mennyisége. Remélem ez még majd mérséklődni fog a teljes játék megjelenésének alkalmával, mert amikor még valaki 10 percig kell pofozni, mert minden támadásunkat blokkolja és cserébe még az életereje is az egekben van, az egy kicsit sok. Ugye egyszer még úgy elmenne, de amikor már sokat gyára futunk neki, akkor azért harc közben éreztem párszor ezt a jó, de haladjunk már érzést. Gondolom tudjátok, miről van szó. Szóval ezt leszámítva, igazából én teljesen elégedett voltam a játékkal, egy nagyon kellemes meglepetés volt, bár mondjuk így utána nézve nem tudom, hogy miért is lepődtem meg, mert a Supergiant Games többi játéka is ékkő az indie kategóriában. Lehet, hogy párat ismertek, ilyen a Bastion, Transistor vagy Pyre. Szóval, ha az istenek végre megajándékoznak majd minket a végleges verzióval, és lesz új content a játékban, akkor várható még videó a témában, és akkor lehet, hogy a tippek, trükkök vonalon is elindulunk, ami a karakterbildeket illeti. Persze ez nyilván majd attól függ, hogy fog-e annyira menni a dolog, hogy oktathassam is, bár aki nem tudja, az tanítja, ugye? Úgyhogy mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, és sziasztok! Oh, no. Again?